Sziasztok! Mai Photoshop videómban egy népszerű eljárással fogunk megismerkedni, méghozzá a szemszínének a megváltoztatásával, illetve majd az íris gyűrűt is egy kicsit sötétítjük. Ez pár percet vesz csak igénybe, akkor kezdjünk is neki. Íme a lány, akinek a szemszínét meg fogjuk változtatni. Az eredeti háttér rétegünkön hozzunk létre egy új üres réteget, a Create a New Layer ikonra kattintsunk, ekkor létrehoztunk egy új üres réteget, és most egy tetszőleges színnel, én választottam a kéket, átfestjük a lány szivárvány hártyáját az ecset eszközzel. Fontos, hogy lágyszélű ecsetet használjunk, normál módban maradjunk, és az átlátszatlanság is maradjon 100%. Ráközelítünk, és szépen átfestjük a lány szivárvány hártyáját pupillával együtt, nem kell aggódni. Igyekezzünk azért óvatosan és precízen átfesteni a szemet, illetve a szivárvány hártyát. Akkor se ijedjünk meg, hogyha a festésünk nem sikerült olyan tökéletesre, mert válasszuk egyszerűen a radír eszközünket az eszköztárból, látszélű legyen az ecset, és ugyanúgy, ahogy az ecsetnél megtanultuk, itt is változtathatjuk a radírunknak a méretét, és egyszerűen csak kijavítjuk, kiradírozzuk azt a részt, ahol mondjuk nem sikerült tökéletesre a festés. Fogjuk rá, hogy ez teljesen jó. Térjünk át a másik szemre, ecset eszközzel, kicsit közelítsünk rá, minél közelebb vagyunk a szemhez, annál jobban fog sikerülni a festés. Ha már itt a széléhez elértünk a szemünknek, akkor kisebb méretre változtatjuk meg az ecsetünk méretét, átfestjük vele. Így. Óvatosan. Annyira ne menjünk ki a szem körgyűrűjéhez, mivel egy eljárással sötétíteni fogjuk úgyis majd az írisznek a körgyűrűjét. Ez a festés szerintem teljesen megfelel. Ekkor most az összhatásmódunkat a Layers panelunkon normálról változtassuk meg colorra. Ekkor már látni, hogy természetesebb lett a lánynak a szemszíne, de egy újabb eljárással még természetesebbé tudjuk tenni, illetve ha nem tetszik az általunk festett szemszín, akkor itt is tudjuk könnyedén korrigálni. Duplán kattintsunk az új rétegünkre, ekkor megjelenik a réteg stílus párbeszéd ablak. Válasszuk ki a Color Overlay lehetőséget, kattintsunk rá, és itt a megjelenő színablakban nyugodtan kiválaszthatunk más színt is, de én inkább maradok ennél a kéknél, mondjuk legyen ez a kicsit sötétebb, szóval itt is nyugodtan lehet váltani. Mondjuk ez teljesen jó. Rákattintunk az OK gombra, és itt a Blend módnál szintén válasszuk ki a Color lehetőséget. Ekkor nyomjunk egy OK gombot, és már most látni, hogy a lány szeme teljesen természetesnek tűnik, de még természetesebbé tehetjük, ha a Layers panelunkon az Opacity-nek az értékét csökkentjük egy kicsivel. Ha drámai hatást akarunk elérni, maradhatunk 100%-on is. Ez az 50-60 körüli érték, ez teljesen megfelel. Most pedig, hogy még természetesebb és még drámaibb legyen a hatás, az írisz külső gyűrűjét fogjuk sötétíteni. Ehhez az eljáráshoz nagyítsuk ki a szemeket, de mielőtt még belefognánk az írisz külső gyűrűjének a sötétítésébe, az itt dolgozott új rétegünkön hozzunk létre egy egyesített réteget, méghozzá Ctrl-Alt-Shift-E gombok lenyomásával. Ezen az egyesített rétegen fogunk mi most már tovább dolgozni. Ha már ki vannak tehát nagyítva a szemek, akkor vegyük elő az elliptikál kijelölő eszközt, nyomjunk meg a Shift gombot, és az egér bal gombját lenyomva tartva megjelenik ez a kör, és ha a Space gombot is nyomva tartjuk, akkor megfelelő pozícióba tudjuk irányítani a kijelölő eszközünket, hogy így a szem írisze benne legyen. Ez így teljesen jó. És a másik szemet hogy ki tudjuk jelölni, tartjuk nyomva ismét a Shift gombot, és az egér bal gombjával szintén Space gombot lenyomva tartva megfelelő helyre tudjuk tolni a kijelölő eszközünket. Az nem baj, hogyha a kijelölő eszközünk túlnyúlik az írisen, csak arra ügyeljünk, hogy lehetőleg teljesen lefedje az egész szemet. Most itt a menüsorba válasszuk ki a Select, Modify és a Feeder, vagyis éllágyítás lehetőséget, és adjunk meg egy 5 képpontos értéket, majd nyomjuk meg az OK gombot. Lényegében ez lágyítja a kijelölősünk éleit, így a retusálás zökkenőmentesen simul bele az írisz többi részébe. Most kattintsunk a Create New Adjustment Layer ikonra a Layers panelunk alján, és válasszuk a Levels, vagyis a szintek lehetőséget. Mivel a kijelölések már a helyükre kerültek, ez automatikusan egy fekete maszkot hoz létre, így azt fogjuk látni, hogy a korrekciós rétegtől jobbra, tehát egy fekete maszk jelenik meg, amelyen már mindkét szem ki van takarva, tehát a lényeg az, hogy ezt létrehoztuk, akkor ilyen két kis pöttynek kell megjelenni, fehér pöttynek az általunk létrehozott fekete maszkon. Ezután a Layers panelunk tetején változtassuk meg a korrekciós réteg keverési módját normálról multiplyra, hogyha megtalálom. Igen, tehát normálról multiplyra, vagyis sandwich pozitívre, amivel egy sokkal sötétebb változatot kapunk majd az egész írisből. Ugye most a gond az, hogy a lány egész szivárvány hártyája sötétebb lesz, méghozzá mindkét szemben, viszont mi csak a külső gyűrűt szeretnénk sötétíteni, ezért ezt helyre kell tennünk. Most nyomjuk meg a Ctrl gombot, és kattintsunk a fekete réteg maszkunkra. Ekkor ismét megjelenik a kijelölésünk. Most egy kicsit szűkítjük a kijelölésünket. A menüből a Select, Modify-ból válasszuk ki a Contract, vagyis a zsugorítás lehetőséget, és adjunk meg nagyjából egy 3 pixeles értéket, majd nyomjuk meg az OK gombot. Ügyeljünk rá ezután, hogy az előtér színünk fehér legyen, ugye az X gombot lenyomjuk, akkor az előtér szín automatikusan fehérre ugrik, majd nyomjuk le a Backspace billentyűt, hogy egy lyukat üssünk a sötétebb íriszt tartalmazó korrekciós rétegünk közepére, ekkor egy sötét kiemelt gyűrű marad az íriszek körül, ami lényegében ezt is akartuk az eljárásunk elején. Most szüntessük meg a kijelölésünket a Ctrl-D billentyűk lenyomásával. Ahhoz, hogy megszabaduljunk az íriszek felett található sötét kis karikáktól, ami itt látható, illetve itt is, egyszerűen válasszuk ki az ecsetünket, a brush eszközünket, ügyeljünk arra, hogy az előtér színünk fekete legyen, tehát az X gombot lenyomjuk, fekete legyen, és egyszerűen átfestjük, vagyis letöröljük ezt a fekete részt, ami a kijelöléssel együtt járt, illetve amikor multiplyra változtattuk az összhatásmódunkat. Egyszerűen ellenőrizni tudjuk, hogyha a Layers panelunkon a korrekciós rétegen maradva a szemet kikapcsoljuk. Ugye nekem még itt maradt, ez szépen egyszerűen eltüntetem a lecsettel, átfestem. Úgy, megnézzük a másik szemet. Itt a szemöldökbe. Egy kicsit itt is letöröljük. Így megszabadultunk a külső karikáktól, ami nem odavaló volt. A külső gyűrünknek a sötétségét nagyon egyszerűen tudjuk szabályozni a korrekciós rétegünknek köszönhetően. Mindössze annyit kell tenni, hogy az Adjustment panelen jobbra vagy balra húzzuk a középtónusokat. Kattintsunk ide, kétszer nyomjuk meg, megjelent az Adjustment panelunk, és itt a középérték csúszkát egyszerűen húzzuk. Ugye ekkor világosítunk. Ha én teljesen jobbra húzom, akkor sötétítettünk egy kicsit az íris gyűrűn, egy kicsit én most távolabb megyek, ezt a kis párbeszédablakot ide teszem, és akkor így lehet látni, hogyha én teljesen balra tolom, akkor annyira nem erős az íris gyűrű, ha én tolom fokozatosan jobbra, akkor erősítettünk az íris gyűrűn. Most legyen drámai hatás, én tegyük fel, hogy ezt elfogadom. A retusálás erősségét úgy is szabályozhatjuk még, hogy a korrekciós rétegünk átlátszatlanságát csökkenthetjük. Tehát én 100%-on voltam, most mondjuk lecsökkentem így egy 28%-ra. Akár, de maradhatok szerintem ilyen 70%-on is. És lehet látni, hogy mennyivel másabb lett az egész képünk, hogy a lánynak a szemszínét megváltoztattuk, illetve külső írisgyűrűnek a sötétségét is szabályoztuk. Ha életesíteni szeretnénk, illetve még csillogóbbá szeretnénk tenni a szemet, egy egyszerű eljárással ezt meg is tehetjük, csak először hozzunk létre itt a Layers panelünkön egy egyesített réteget, a jól megismert Ctrl-Alt-Shift-tel gombok lenyomásával, és ezen az új egyesített rétegen kicsit csillogóbbá tesszük a szemet. Egyszerűen az eszköztárunkból válasszuk a Sharpen eszközünket, legyünk normál módba, az erősség maradhat 90% is, annyira nem akarunk mi most élesíteni, hiszen arra van jobb megoldás is. Az élesítése csak így gyorsan ezt egy kicsit élesebbé tesszük, illetve ezt hát egy kicsit visszaveszünk az opacity-n. Még mindig maradhatunk ezen a rétegen, és egy kicsit előhívjuk a szemfényeket, méghozzá az eszköztárunkból válasszuk ki a Dodge Tool-t, vagyis a fakító eszközünket, és itt a vezérlő sávba állítsuk a Highlights-ra, a kiterjesztése az maradhat ilyen 20% körüli, és szépen ezeket a kis csillogó részeket át tudjuk festeni, hogy csillogóbbá tegyük egy kicsit a szemet. Természetesen erre is létezik jobb és profibb megoldás, későbbiekben ígérem, hogy egy teljes leckét erre fogok szánni, hogyan lehet élesíteni, illetve a szemfényeket kiemelni, de a mai lecke lényegében az volt, hogyan változtassuk meg a szemszínt. Tehát ez lett a végeredmény, és ebből indultunk ki. Ilyen volt a lány szemszíne, és ilyen lett. Még egyszer, ilyen volt, és ilyen lett. Mindenkinek nagyon szépen köszönöm a figyelmet, ha tetszenek a videóink, akkor minél többen iratkozzatok fel rá. Sziasztok!